Már továbbították az iskoláknak az önkormányzati táborokkal kapcsolatos tudnivalókat Nyíregyházán. Jászai Menyhért alpolgármester arról tájékoztatott, idén június 24-től augusztus 16-áig, vagyis 8 héten át kínálnak programokat az önkormányzat napközis táborai. A gyerekek és a szülők ez idő alatt 27 turnus közül választhatnak. Míg az első alkalommal ingyenesen, addig a második turnus szolgáltatásait önköltséges formában vehetik igénybe a szülők. A táborhelyszíneket és a kínálatokat illetően megtartottuk a klasszikus, jól bevált táborokat, úgy mint a Falumúzeum, Futurobi, Kisvakon tábor, Sport és Élménytábor, illetve a Tudásközpontban pedig a robotika iránt érdeklődők, az informatika iránt érdeklődők pedig a Tudásközpontban mehetnek táborozni. És ami még nagyon fontos, 1600 fő kapacitás a felsorolt táboroknak az összmennyisége, az első turnus minden nyíregyházi lakcímmel rendelkező nyíregyházi iskolából gyereke számára ingyenes. Kizárólag az étkezésért kell fizetni 10.000 forintot turnusonként, de az a gyerek, akinek évközben az iskolában kedvezménye van, 150%-os kedvezménye az étkezést illetően, rendszeres gyermekkedvezményben részesülők, fogyatékkal élők, vagy éppen három vagy több gyermekesek, ők a kedvezményüket hozzák a táborban, és itt sem kell térítési díjat fizetni, vagy csak 50%-at kell fizetni, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Kedvezmény az önkormányzat népszerű Szigligeti gyermeküdülőjében is igényelhető. A balatoni turnusok idén elő- és utószezonnal együtt június 18-ától augusztus 30-áig tartanak. Ide azonban a jelentkezést már csak korlátozott számban fogadják. A héten viszont lejár a kedvezmény igénylésének határideje. A létszám már nagyon le van korlátozva, egy-két helyet tudunk már csak biztosítani, mivel a szervezés már január végétől elkezdődött. A határozatoknak a papírjait várjuk már most április 19-ig, mivel a tábornak a költsége 46.000 forint, ami tartalmazza a háromszori étkezést, az utazási költséget, a programokat, és emellett több gyermek igénybe veheti a 10.000 forintos támogatást is, ami azt jelenti, hogy 36.000 forintba fog kerülni. Ehhez viszont a szülőknek le kell adni vagy a tartós betegségről a határozatot, vagy ha három vagy több gyermeket nevel, vagy ha hátrányos helyzetűek. Akkor tudják megkapni ezt a támogatást. Nagyon fontos, hogy csak a nyíregyházi lakóhellyel rendelkező szülők tudják ezt érvényesíteni. Ez a támogatás egy évben egyszer adható. Pénztárcabarát lehetőséget nyújt az Erzsébet táborok program kínálata. Nyári napközis táboraikra a Klebelsberg központhoz tartozó intézmények és egyházi iskolák pályázhatnak az e-tábor plusz felületen április 22-éig. Itt napi 100 forintos térítési díjat kérnek a szülőktől. Legnépszerűbb turnusaik azonban a balatoni élménytáborok, ahol 6 napon keresztül 1000 forintért kínálnak teljes ellátást és színes programokat a gyerekeknek. A nyári ottalvos táborokra napokban indult el a jelentkezés. Az Erzsébet táborok rendszere a csoportos jelentkezésekre épül, jellemzően iskolák tudnak benyújtani pályázatokat. Idén ezt április 24-én 14 óráig tehetik meg, Zánkára és Fonyódigetre is eddig lehet jelentkezni a vakációs élménytáborokba. Egy hét évfolyamos tanulókkal tudnak pályázni az intézmények az eltáborplusz.hu weboldalon, amely az erzsébettáborok.hu oldalról is elérhető. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből tavaly nyáron 51 intézmény összesen mintegy 2400 diákja nyaralt a zánkai táborban, és közel 400 tanuló érkezett a Fonyódligeti helyszínre vakációzni.